kép korsós terűnél, a korsós fiú képe volt, ez akkor annak idején pont 10 000 forintba került, nagyon pici kép, és én abba teljesen beleszerettem. Hazahoztam, és akkor itt karácsonyra ez ott a család ajándéka, és akkor mindenki azt mondta, hogy de gyönyörű ez, honnan lehet? És akkor onnantól kezdve akárkihez mentem, és beleszerettem egy képbe, akkor én mindig megvettem azt a képet, amit meg tudtam menni, mert azért természetesen mindig, tehát az elején ilyen nagyon kicsi képeket vettem, amik az én pénztárcámhoz, és aztán olyan borzasztó jó érzés kezdett lenni, hogy akárki ide följött hozzánk vendég, akkor bizony mindenki megkérdezte, hogy ez mi? És akkor azt éreztük, hogy hát igen, akkor még vettünk, és akkor csak éppen az egész szalongaléria is úgy alakult ki, hogy a Néprajzi Múzeum vitte a kiállítást először Londonban, a Szuhai Péter, aztán utána Kínába, és amikor Kínában volt a kiállítás, akkor utána, amikor hazajöttek, akkor azt mondták, hogy hát ez elképesztő, hogy a világban már mindenhol ismerik ezeket a művészeket, de hogy itt még Magyarországon valójában nem. És akkor a festők persze hozták ide a következő, meg a következő alkotásaikat is, annak reményében, hogy ki tudják fizetni a villanyszámlájukat, gázszámlájukat, lakbérüket, mert borzasztó, tehát hogy borzasztó nehéz a helyzetük, mert ők dolgoznak egész nap, tulajdonképpen az egyik szakácsként, a másik takarítónőként, és akkor megkapják azt a nagyon-nagyon kevés pénzüket, amit még arra is kellene költeni, hogy vegyen olajfestéket, vásznat, akármit ahhoz, hogy utána meg ne tudja eladni a képét, tehát mert hogy nagyon nehezen tudják eladni ezeket a képeiket. Az természetesen mindig az ember tökéletesen tudja, hogy a Balázs János festmények azok, amik a legértékesebb, hiszen azok azt már mindenhol elismerik, és hát annak nemzetközi egyetemes, és nem tudom én milyen. Tehát, hogy ez az öreg ember, ez egy fantasztikus ember volt, és tényleg univerzálisat alkotott. Tehát, hogy abszolút azt gondolom. De azt gondolom, hogy ugyanakkor még nagyon szeretem, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy egyszer csak a fiatalok is itt megjelentek, és hát mondjuk a Bogdán János Amigo, az tényleg azt gondolom, hogy egészen fantasztikus dolgokat fest. Itt Budapesten a Kugler Art Salon galériában láthatók a képeim. Hát az eddigi éveket a bizonytalanság, az esetlegesség elég erőteljesen jellemezte, mind a mellett, hogy azért igyekeztem, és kicsit el is vagyok ebből fáradva. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a jövőben lenne ebben a dologban változás. Ez a galéria segít ezen? Amennyire tud, én azt veszem, igen. Azt veszem észre, hogy igen. És érzek egy ilyen őszinte emberi lelkesedést, úgyhogy amit itt kapok segítséget, azért én hálás vagyok, de többre van szükség. Nekem mindig az az álmom, hogy valahogy ez átkerül valóban a galériák helyszínévé, és akkor minden galériának lesz ugyanúgy ilyen festményeik, hiszen nekem tényleg nem ez az ambícióm, hogy én legyek egy galéria. Legfontosabb szándékunk az, hogy valamilyen módon helyzetbe tudjuk őket hozni, hogy valóban ki tudják a legapróbb és a legminimálisabb életfeltételeiket elégíteni.